Hegyes ormok és éles hegygerincek, húgszerű tetők és fennsíkok, mély völgyek és katlan alakú mélyedések váltakoznak benne a legnagyobb különféleséggel. A hegyek tömege legtöbbnyire mészkőzetekből és trahitból áll, telve kőszín és érctelepekkel. Elszánt turistának kell lennie ahhoz, hogy valaki épp ide, az Aninai hegységbe induljon. Aztán, ha ideért már csak azt nem érti, miért nem járt itt eddig? A hazajáró sem először hatol be a bánsági hegyvidék rejtőzködő karsztvilágába. A sűrű vadonokkal borított Aninai hegység varázsát, a vízfolyások szabdalta mészkőfennsíkjainak és mély szurdokvölgyeinek köszönheti. Amilyen vadul változatos a hegyvidék, olyan gazdag a bányászatra épülő történelme is. A monarchia virágzó bányavárosai persze ma már csak tengődnek. Épített örökségeik végóráikat élik. De vannak még itt emlékdarabok, amelyekbe képes megkapaszkodni a hely szelleme. Csiklóbánya kegyhelyéről indulunk. Oravica bányáról a híres erdei vasúttal zakatolunk át Stájer lakaninára. A Buhújtó érintésével megyünk a gerlistjei szorosba, hogy aztán Krassó fővára után a Krassó szurdokba ereszkedjünk. Hall-e még rózsafüzér imádságot a csiklói szűzanya? Kevés magyar, még kevesebb német zarándokol már a bánság hajdan legjelentősebb búcsújáró helyére. A felvidéki Csonka Ákos kíséretében látogatjuk meg történelmi hazánknak ezt a távoli szakrális pontját, ahol miután egy csodatévő képet találtak, 1727-ben emelték az első búcsús kápolnát. Sziklára épült a Mária Felszkegy templom, ahova Sarlós boldogasszony napján még tömegek zarándokoltak. Később több csoda is történt itt. 1854-ben egy leány zuhant le a szikláról, de épségben maradt. Máskor meg egy felborult zarándok szekér gyermekutasait óvta meg a szűzanya. S a sziklára épített egyház állja a Csiklován átzúduló szélviharokat is. 1979-ben nem kevesebb, mint 250 km/órás szélerősséget mértek itt. Most szélcsend honol a Csikló völgyében. Az Árpád-kori csiklóbányára, ami a török uralom alatt elnéptelenedett, a 18. században települtek be az első német bányászok. Miután 1718-ban megépült a bánság első rézolvasztó kemencéje, a völgy hamar virágzó bányavidék lett. 1817-ben első Ferenc császár személyesen adta át a részpénzverdélyét. Aztán a 19. század végére a bányászat lehanyatlott, ekkor már inkább sörgyáráról volt nevezetes. Végül eljött a 20. század, ami nem csak a múltat igyekezett végképp eltörölni, de a jövőjétől is megfosztotta a vidéket. A II. Világháború után a németeket szovjet lágerekbe hurcolták, ahonnan már nem volt visszaút. Hasonló sors jutott a bánság hajdani bányászati központjának, Oravica bányának is, amely már csak madártávlatból sejtett valamit fénykorából. Részbányáit már a törökök is művelték. Majd a 18. században német bányászok telepítették újra.
A színes fém kitermelése mellett egyre nagyobb jelentőséget kaptak a szénbányái is. Oravica úgy fellendült, hogy 1723-ban a bánáti bányaigazgatóság székhelye lett. Később bányásziskolája is nyílt, majd 1834-ben bányavárossá vált. E régi szép időkről mesél az egykori városháza. Talán megújul végre az 1817-ben épült színház épülete is, amelynek megnyitóján első Ferenc császár és Auguszta császárné is részt vett. Oravica bánya gyarapodó magyarsága 1876-ban hozta létre első egyesületét, a Magyar Olvasókört. Az 1848-49-es szabadságharc idején magyar hadipari központ lett. Oravica szülötte a kiváló vasipari mérnök, Mader Spak Károly lőszert gyártott itt a magyar hadseregnek. A felújításra váró Spilkaház falán az emléktábla már arról a legendáról szól, hogy 1849 májusában itt szállt meg Arany János. Róla nevezték el az 1870-ben megalakult Magyar Nyelvterjesztő Egyesületet is, amely az egész délbánát magyarságát összefogta. De hogy folytassuk az illusztris névsort, 1892-től 4 éven át Oravicát Jókai Mór képviselte az országgyűlésben. De járt a vidéken Erzsébet királyné is. A Sziszi emlékkövet eredetileg Marilla völgy közelében állították fel 1899-ben. Márványtábláját 1918-ban leverték, majd az emlékművet 2004-ben immár magyar felirat nélkül áthelyezték Oravica bányára. Ennél az új értelmet kapott jelképnél találkozunk a helyi magyarság egyik színes egyéniségével, Csőke Edit tanárnővel. Ön egyébként itt született a városban? Igen, igen. Hát az én nagymamám Szerbiából, az Bánát volt az egész, és akkor nem volt fő, hogy az román, hogy az Szerbia, hogy az Magyarország, vagy Sulajmóval. Egy ország volt, igen. Abszolút, így van. Mit tudhatunk Oravec bányáról? Nagyon sok dolgok vannak, amit érdekes lenne, mivel hogy az osztrák-magyar hatalom akkor az időben volt, az osztrákoknak tetszett ez a helyiség. Miért? Mert nagyon hasonlít, exakt, mint ahol van most az osztrák ország. És vannak hegyek, és vannak szép tájok, nagyon-nagyon szép tájok. Most azért nem mondom, hogy, nem azért mondom, hogy szépek, mert én itt születem is, nekem tetszik ez a hely nagyon, nekem nem tetszik a pusztam, nekem tetszik a hegyek, mert mész a hegyekre, és mivel hogy szép helyek voltak, és erdő volt éppen, mint ott, és akkor odaálltak és dolgoztak. Képzelhetik, hogy itt minden csak erdő volt, nem volt egy ház, nem volt semmi. És akkor szerencsénkre nekik tetszettek ezek a helyek, és nagyon gazdag hely. Akkor itt csinálták mindjárt a sörgyárt, mindenféle gyárakat építettek, és akkor mindenféle házakat, és akkor a templomot is. Az emberek dolgoztak nagyon hevesen Oravicán, azért építettek is olyan sok dolgokat, de sok dolgokat is tudtak mulatni. Itt minden ház, mind a második házban volt zongora. Képzelhető, hogy milyen művelt emberek ezek voltak. Ha tetszett nekik a zongora, hát akkor a zene az az első. Mikor az ember boldog, mikor az ember nem boldog, akkor is a zene fő. Mert ez az élet az embernek. És akkor szeretek mulatni, és akkor egy ház képzelhetik, hogy itt van a bejáró, és a másik utcán mész, és ott van a kijáró, és ott van egy nagy udvar. Hát ilyesmi. Mama, mi amit csinálunk? Mit csinál? Hey, szél, elviszik a lapom. Oravicán nagyon-nagyon viharos szelek voltak. Most, vannak most is, igen. Ez semmi, kérem szépen, pardon, ez semmi. Kérem szépen. Ja, itt mérték a legnagyobb szelet? Az ezek? Volt, ha. Akkor, mikor felgyulladt a városi, na, az csúnya volt, de én akkor még nem is voltam az életem, úgyhogy nekem nem éppen, na. Van magyar jelene Oravicának? Van magyar közösségi élet? Tud még magyar gyermekeket tanítani? Nem. Nagyon sajnálom, de a német már nem német, a magyar már nem magyar. Ebben mint a mondtam maguknak. Szóval az Archicsekszer olyan, mint lenne Grác, vagy melyik akar melyik város Osztriába. Szóval, de el vannak hanyagolva, hogy te ott vagy, és akkor te kell, hogy you have to mark your place. Ezt mondtam angolul. Nem, hogy én szeretném angol nyelvet, jobban nem. Jobban szeretem a franciát, az elegánsabb, és kivedve, most ez úgy jött a fejembe.
Hát de itt nem is tud nagyon akkor magyarul senkivel társalogni, nem? Kevés magyar van. Vannak, még van egy tanárné, az Szántan tanárné, és mindig jár a temploma az is, és vannak, laknak lejjebb. De amennyik vanjunk, gondolom, hogy az Isten mirán fog nézni, és akkor megsegít, mert nekünk nincs más segítségünk, csak a jó Isten. Oravica katolikus temploma 1722-ben épült, Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére. Homlokzatán Szent István királyunk kénytelen szembesülni a szomorú ténnyel, mivé lett országa. Ahogy szorványvidéken lenni szokott, a templom egyben a magyarság mencsvára is. Hátborzongató élmény hallgatni, ahogy az asszonyok egyszer magyar, majd román nyelven imádkozzák a rózsafüzért. Sétálunk egyet a főutcán is, ahol néhány ház falán az új festés alól előkerülnek még a régi, monarchiabeli feliratok. A főutcában találjuk a Székely himnusz zeneszerzője, Mihalik Kálmán szülőházát is. 1921-ben zenésítette meg Csanádi György szövegét, de egy évre rá fiatalon elhunyt, így már nem élhette meg a dal kiteljesedését. Oravica neve egybeforrt a világ egyik első hegyvidéki vasútvonalával. Kiemelkedő ipari teljesítmény volt, amikor 1863-ban a bányák kincseinek elszállítására átadták az Oravica-Anina vasútvonalat. Ma már csak turisztikai célokat szolgál. Persze, hogy mi is rajta kelünk át Aninára. Van az Aninai hegységben egy magasra kapaszkodó, regényes vidéken kanyargó, mély völgyek felett karcsú viaduktokon átkelő, a hegyhát alá bújva azt kicselező vasútvonal. Aninát köti össze a légvonalban 16 kilométernyi távolságra lévő Oravicával, de a hegyek között 33,5 kilométer hosszan tekerek, hogy leküzdhesse a több mint 300 méter szintkülönbséget. 14 alagúton furakodik át, 10 nagy völgyhíd hátán ván szorog az éles kanyarokban sikongó vonat, a Bánáti bánya vidéke. Az 1863-ban átadott vasútvonalat méltán nevezték el a magyar Semmeringnek. Manapság Bánáti Semmeringre keresztelték át. A monarchia másik bányászati égköve, Stájer Lakanina a végállomásunk. Nem csak a fekvése, de a története is hasonló Oravica bányához. A mai város Stájer Lak és Anina egyesítéséből jött létre. Stájer Lak neve onnan ered, hogy a falu első lakói Stájerországból települtek ide a 18. században, a környező erdők meghódítására. 1772-ben kőszén találtak a területén, majd 1846-ban megalapították vasgyár telepét. A környék egyik legjelentősebb bányatelepe lett, de a régi bányászati eszközei ma már csak ipari emlékek. Stájer Lak temploma 1872-ben épült. Ismerve a történelmet, csoda, hogy még vannak itt németek. Őket is szolgálja a plébános, Jéger Martin. Ez a második templom. Volt egy kisebb templom, ugyanezen a helyen állt, de aztán idővel túl kicsi lett, mert nőtt a község közössége, jöttek mindenhonnanról. 1773-ban épült ez a templom. Az orgona építette Alois Hörbiger. Az oltárok neogótikus stílusban vannak, a bútorzat is
a szobrokat is hozták Tirolból. És ugye érdekesség, hogy a Banyaszvidéken egy stílusra épülnek a templomok, hogy igen, az minél a neogó... több fény legyen benne, ugye igen. A banyaszok élvezhessék legalább vasárnap a fényt. A fényt, és mert ez látszik, hogy sok ablak van. De az élet nagyon fejlődött az első világháborúig, az aztán sokan mentek katonáknak, rekvirálták a templomnak két harangját innen, és a háború után, a történelem Trianon, akkor ez lett Romániának a része. A második világháború után az változtatta nagyon meg a községnek a helyzetét. 45-ben eldeportálták a német lakosságát Oroszországba, akkor úgy mondták, de tulajdonképpen Ukrajnába voltak, ahol kényszermunkára vitték őket. Sokan már, vagyis egy része vissza se jött, már egyenesen Németországba ment, és mikor jöttek vissza, sok hátrányba részesültek az új kormánytól, és már kezdték lassan kivándorolni, ugye a 60-as években mentek személyek, sajnos majdnem 90%-a kivándorolt a német községnek, és helyükbe jöttek mások. Az utolsó szerencsétlenség volt 2006-ban, amikor megint 10 bányász meghalt, és azután bezárták a bányákat, mert már életveszélyes volt dolgozni. És ugye ennek a következménye volt az, vagy most is zajlik, ugye, hogy a fiatalok kivándorolnak, idősödik a település, nincs munkalehetőség. Nincs munkalehetőség, és azért fiatalság mind kivándorol. És misék azok milyen nyelven zajlanak? Németül folynak most már, hogy már akik ide járnak, németül, meg románul. És a helyiek németnek tartják magukat? Igen, ők úgy mondják, hogy Steirer. És itt helyben vannak magyarok? Van személyek, akik jöttek munkával, aztán itt maradtak. Vannak személyek, most egy ilyen számot, ha mondanám, ilyen 25 körül. Steyr lak után Anina templomát is megnézzük, amely szintén a monarchia dicső időszakára emlékeztet. Anina központja viszont szomorú, posztkommunista képet fest. De megint csak arra jutunk, hogy nem szabad megfeledkeznünk történelmi hazánknak ezekről a mostoha sorsú vidékeiről sem. Nagyon érdekes ez a kulturális kalandozás itt a Kárpát-medencének a peremvidékén, Bánságban, ahogy a múlt szép emlékei látjuk, ahogy eltorzulnak, és igazából azon gondolkoztam, hogy ezek valójában nem is a múlt, hanem inkább egy lehetőség volt a múltban, amivel a történelem sajnos nem nagyon élt. És látjuk, hogy mi lehetett volna ebből a szép vidékből, mert a kulturális, a természetbeli kincsei megvannak ennek a tájnak, csak sajnos a mai korra ez eléggé eltorzult, és nem abban a formában van. Hát a itteni emberek a maguk arculatára formálták a vidéket, meg a örökséget, az örökséget az biztos, is. Hogy itt be lehetett feketedni a bele, munkába. Itt aztán bele, szó szerint. Viszont vannak itt is magyar értékek és magyar emlékek, ugye csak gondolhatunk Jókaira vagy Arany Jánosra, úgyhogy mindenhol megtalálhatóak a magyar értékek, és ez fontos, hogy nemzetstratégiai szempontból egy terület sincs a Kárpát-medencében, amiről szabadna lemondanunk, mert mindenhöz kötődünk. Hát meg ettől szinten. Függetlenül lehetőség most is van a vidékben, ugye? Aztán ki tudja, mit hoz a jövőt? Lehet, hogy olyan pozitív irányba fog fordulni. Hát főleg a turisztika felé, hogy elindul a történet, akkor a természeti adottságok azok szenzációsak. Hisz itt az Aninai hegység számtalan csodával. Déli részét már ismerjük, mert bejártuk 2016-ban, de itt a Karaszurdok felé most elmennénk. Ott is vár bennünket még elég sok szép dolog. Nézzük meg! Feketedjünk mi is bele a túrázásba. A vidék szebb jövőjének záloga a természeti adottságaiból fakadó turizmus lehet. Itt van például a gyönyörű erdei környezetben fekvő Buhújtó. A 27 méter mély víztározót 1908-ban alakították ki Anina vízellátására,
A Krassó mellékvize a Buhúj-patak felduzzasztásával. Észak felé túrázunk tovább az Aninai-hegység alig ismert karsztvidékén. Gerlistje mellett egy egészen varázslatos képződmény bújik meg. A Rudária-patak egy igen látványos szurdokot vájt magának az Aninai mészkőtökbe. A karsztfenség peremeiről szép kilátás nyílik a Gerlistjei szorosra. A Krassó folyó mentén haladunk tovább. Ez már a Szemenik-Krassó-Szurdok Nemzeti Park védett területe. A szurdok peremén egy merészen kiemelkedő sziklafalra épült a vármegye névadója, Krassó fővára. Az Árpád-kori királyi vár, előbb a krassói ispánság tartozéka, majd a német lovagrendé, végül a Hunyadi család élet. A Mohácsi csatát követően a törökök és az erdélyi fejedelemség viaskodtak fennhatóságáért. Ebben az időszakban pusztulhatott el. Csekély maradványairól pompás kilátás nyílik a környékre és a Krassó szurdokára. Önmagáért beszél a látvány. Ez egészen pazar, amit előnk tárul itt, döbbenet. Ez a mélység. Ez a panoráma, a kilátás. Igen, ott a vége a szurdoknak. Krassófő, azt hiszem a falu neve, ahol kiszalad. Aha. Mögötte már a Dognácskai hegység, az egyetlen bánsági hegy, ahol még nem voltunk, de hát majd oda legközelebb megyünk. Sort kell keríteni rá mindenképpen. Hát igen, ez egy igazi kontraszt a épített örökséghez képest, a természeti látványosságok azok viszont tényleg csillagos ötös. Hát látszik, hogy ki mit alkotott. Látok az egyes, nem? Igen. Sőt, itt tízes, csillagos tízes. Hát igen, a természet örök törvénye, az Isten alkotása mindenképpen érdemes ellátogatni ide, mert tényleg a perem területen van ez a vidék, nem is nagyon tudunk róla, és nem is nagyon foglalkoztatja az embereket ez a vidék. Holott olyan természeti értékek vannak, ami ritka. Igen, a mellékel kép alapján kutyát se érdekli, de bennünket érdekel, ugye? És ez a fontos. És ez a fontos. A csúcson szoktuk abba hagyni, de most kivételt teszünk. Utunk végén beereszkedünk még a Krassó folyó festői, de alig járt vadszurdokába.
A sziklás és meredek hegyoldalon már a 200 méteres mélységben húzódó mederig is komoly kihívást jelent leereszkedni. Odalent a mélyben aztán egy hamisítatlan kalantúra vár ránk. Az Aninai-hegység leghosszabb szurdoka 19 km hosszan kanyarog a hatalmas sziklafalak között. Ezen a tájon még nem fogott a modern kor átka. Épp az érintetlenségéből és vadságából fakad a szépsége és vonzereje. Nem sok ilyen felfedezésre váró érintetlen vidék van már a Kárpát-medencében. Becsüljük meg a bánsági hegyvidék rejtőzködő karsztvilágát. Óvatosan lépdeljünk szűkös fényein. Ne billentsük ki a természetet harmóniájából, s óvjuk meg a hely örökkévaló szellemét.